Sziasztok, a nevem Galcsik Győző. És most éppen sétálok az Andrássy úton, ugye találkozok a Hősök terén a legjobb barátommal, Gergővel. Amúgy nem tudom, hogy mennyire hallatok engem, ugyanis még nem tapasztaltam ki eléggé ezt a blokkamerát. És elég kellemes szél, fúj közben, meg mászkálnak az autók itt mindenfelé, úgyhogy mindegy, ezt is ki kell próbálni. Találkozunk Gergővel. Hi. Az előző heti vlogban azon panaszkodtam, hogy milyen rohadt hideg van, és hogy áprilisban téli kabátban vagyok, most viszont megpukkadok egyszerűen. Azt meg kell mutatni. Hallott, kétszer majdnem beleestem, és fúj a szél jobb oldalról, és közben nálam van a kamera, sőt kettő kamera, telefon, minden. Gergővel. És ott van Ável, meg Randy, meg Gábor. És most mindenki. Hello. Hallom, hogy itt három heti vlogger van, most a heti vloggerek vannak többségben. Ja, amúgy Gergő is heti vloggol, úgyhogy iratkozzatok fel a Gergőnek a csatornájára. Na, mindannyian megindultunk. Gergő is megindult, és éppen eszik. Jó étvágyat, Gergő. Köszönöm szépen. Szia, Győzök. Sziasztok. Vlogception. Meg egy jogurtception. Jogurtception. Könnyű és finom. Gergő ott van a kirakatban. Itt vagyunk Gergővel a Westem tetőn. Köszönjük szépen mindenkinek, akik oda jöttek ma hozzánk. Nagyon aranyosak voltatok. Hozzád? Hozzám. Majd legközelebb menjetek oda a Gergőz is. Van itt jelenleg két pad, és olyan közel vannak egymáshoz, hogy felraktam így a lábamat. Mire az előbb időt hozzám egy idős néni reklamálni, hogy ez aztán a komfort, nehogy más leüljön. Mondom, van még itt mellettem bőven hely, nyugodtan tessék leülni. Én próbáltam barátságos lenni és próbáltam barátkozni. Hogyha pedig arra akart igazából szólni, hogy felhelyeztem a lábamat egy ülőhelyre, akkor elmondanám a néninek, hogy szerintem az én frissen mosott és frissen vásárolt nadrágomon valószínűleg kevesebb baktérium található, mint ezen az egész padon magán. Ráadásul a talpam hozzá sem ér a padhoz, csak a nadrágomnak a szára. Amúgy leginkább csak Budapestről tudok nyilatkozni, hogy itt mindenki olyan bunkó és egyszerűen mogorva. Én igyekszem még ezekkel a goromba idős hölgyekkel is barátkozni, meg nyitott lenni velük. Erre csak arra tudnak igazából megszólalni, hogy feltettem a lábamat egy padra. Amúgy vettem egy sapkát tegnap a West Endben. Lényegében azért kellett már, mert túl hosszú a hajam és valaminek egyszerűen fönn kell tartania. Amúgy köszönöm szépen, hogy nagyon sokan odajöttetek hozzám a West Endben, amíg egész nap vásárolgattam igazából. Nagyon-nagyon kedvesek és aranyosak voltatok, viszont nagyon sokan nem mertetek odajönni még mindig, úgyhogy még egyszer kihangsúlyozom, hogyha megláttok valahol városban, nyugodtan gyertek oda, nem harapok. Már ismerős lehet nektek ez a helyszín, ugyanis pont egy héttel ezelőtt, pont ugyanebben az időben ugyanitt ücsörögtem ezen a padon, ugyanis matematikai érettségi felkészítőn vagyok, amiről már beszéltem az előző videóban is, meg az ott hagytam a középiskolát videóban is. Viszont mindjárt lejár az ebédszünetem, úgyhogy most akkor visszamegyek. Úristen, olyan ideges vagyok, ne tudjátok meg. Mostanában mindig mindent elcseszek akkor, amikor fel kell tölteni egy videót. Most az előző előtti videóban, amikor a videós kollaboráció behind the scenes-nél újra kellett töltenem az egészet, mert cenzúrázatlanul tettem fel véletlenül Abel von Müllernek az éjt.
Az előbb véletlen csak a felét exportáltam ki a videónak, úgyhogy csak a felét töltöttem föl. Úgyhogy rögtön le kellett törölni, és utána visszatölteni az egészet. Mostanában nagyon nem megy ez nekem. Lehet azért, mert sietek velük, vagy nem tudom. Most viszont megyek egy ismerősömhöz Budakalászra, úgyhogy tőled meg elnézést kérek, hogy megvárattalak emiatt az egész marhaság miatt, úgyhogy rohanok tényleg. Megérkeztem Budakalászra. Beszálltam egy ismeretlen ember autójába, és erre elhoz engem egy ilyen erdőbe. Elrabolsz engem? Igen. Elrabol engem. Közétek itt volt mellettem egy banán, mert miért ne? De amúgy milyen génmanipulált banán ez? Tehát ez ilyen, én először játékbanánnak néztem. Tényleg el akar rabolni, itt még térerő sincs. Valaki mentsen meg. Hát ez meg micsoda itt. Jó. Jó a kilátás. Majdnem megvágtam magam. Mit csinálsz? Mindenki beleírja ebbe a nevét, én is bele akarom. Ez most azt jelenti, hogy itt meghalhatunk? Úristen gyerekek, az előbb mekkorát estem, de már nagyon régen estem el, úgyhogy megérdemeltem, meg hülyeséget is csináltam. Amúgy nézzétek, mi menősebb tapasztalom van. Köszönöm. Mi történt? Nyalogatom a sebeimet. Olyan szépen lehorzsoltam magamat, így itt végig. Még így itt a térdemen, meg a másik térdemen, itt meg fel is jött a bőröm, meg a húsom, úgyhogy ez le lett ragasztva. Istenem, de szerencsétlen vagyok. Na megálltunk egy rövidke kis naplemente missionre. Nézzétek meg, nézzétek a naplementet előttem.